Így készül a Kender magból vászon, ezt mutatták be a gyerekek az egyik szabolcs-szatmár-beregi pavilonnál az imár 81. alkalommal megrendezett országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon. A háromnapos fővárosi rendezvényen számos vármegyei kiállító részt vett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktárbizottság és a Sóstói Múzeum falu pedig közös standban mutatták be a régió kincseit és autentikus hangulatát. Baracsi Endre, a bizottság elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, az eseményen kiemelkedően népszerűek voltak a bemutatott értékek. Ha az omikra tekintünk, akkor azért korábban ez tényleg ugye a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra fókuszált, és a kiállítók mellett, amelyben mindig voltak természetesen megyei kiállítók, azért kevésbé jelentek meg azok a kulturális és különböző örökségek, amelyek azért szorosan kapcsolódnak, én úgy gondolom, hogy a mezőgazdasághoz is. És ebben változott egy kicsit most az idei omik, hogy nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy valóban meg tudják mutatni és meg lehessen mutatni azokat a nemzeti értékeket, összekötve természetesen a mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral, mert ez valóban szorosan összefonódik, amelyekre nem csak mi a megyében vagyunk büszkék, hanem úgy gondolom, hogy minden vármegyének megvannak azok a kincsei és értékei, amelyeket meg kell tudni mutatni, és hát természetesen a csúcsán ott vannak a hungarikumok, amelyek szintén színesítették az omiknak az idei három napját, és úgy gondolom, hogy ez a sok ezer látogató, aki kilátogatott, biztos, hogy nem csalódottan ment haza, hiszen a kiállítók és a különböző bemutatók mellett azért ezekbe belepillanthatott. Néhány nappal ezelőtt egyébként újabb vármegyei érték kapott nagyobb rangot. A Hungarikum Bizottság kiemelt nemzeti értékké nyilvánította a Nyíregyházához tartozó bokortanyákat. Baracsi Endre elmondta, kézzelfogható pozitív hozadékai vannak annak, hogy évről évre bővül a vármegyéhez köthető országos értéklista. Egyre több hungarikuma van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének már, és mindenki büszke erre. Nem csak azok, akik valamilyen szinten kötődnek, mondjuk akár a beregi és felső tiszavidéki keresztszemeshez, vagy éppen Mária Pócshoz, hanem azok is, akik csak itt a vármegyében laknak, vagy a vármegyéből elszármaztak. Hiszen, hogyha találkozunk éppen most az omékon is, hogyha találkoztunk olyanokkal, akik már nem laknak itt, ők is felkapták a fejüket azokra a hírekre, amikor mondjuk egy-egy hungarikummal találkoztak, és büszkék voltak rá, és tudták kötni magukat a vármegyéhez. És úgy gondolom, hogy ennek ez az erkölcsi hozadéka, és természetesen van egy gazdasági hozadéka is, hiszen ez a turizmusban is megjelenik már. Egyre többen látogatják Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, Nyíregyházát természetesen, mint turisztikai központot, de aki ide ellátogat, most már egyre inkább kikacsingat, pontosan talán a hungarikumok és a nemzeti értékek miatt azokba a térségekbe is, ahová kötődnek ezek az értékek. Baracsi Endre hozzátette, a bizottság néhány nappal ezelőtti ülésén újabb értékeket vett fel a vármegyei értéktárba, amely immár 164 elemet számlál. Az új értékeket pénteken hozzák nyilvánosságra.